sorban állnak az orosz kamionok a királyhalmon termett almáért. A gazdák örülnek a kialakult helyzetnek. Átlagosan 45 dinárért vásárolják fel az oroszok a gyümölcsöt. A tavalyihoz képest legalább dupla annyit kapunk az idén az almáé, úgyhogy én meg vagyok vele elégedve. Egy bizonyos szempontból jól jött ez az Európai Uniós embargó, így az orosz ország jobban ránk van szorulva az alma kivitellel kapcsolatban. A termés az jó volt, aki nem kapott jégverést, annak szép almája van és meg tudta védeni. Az ár az elfogadható és van is rá kereslet, tehát szinte ilyen vákumszerű helyzet alakult ki, mivel gyakorlatilag bármilyen mennyiséget ki tudnak szállítani jelen pillanatban az orosz piacra. Az átvevő helyeken nagy a nyüzsgés. Gyorsan dolgoznak a munkás kezek. Az orosz piacra csak tökéletes alma kerülhet. Működik az almafővásárlás, most ez nem egy különös helyzet, mert minden évben így működik. Tehát most ez nem ez a mostani esemény hozta, hogy az oroszok meg az Unió egymással szembe bevezették az embargókat, ez minden évben így működik. Az észak-bácskai termelőket idén elkerülték a jégesők, így kiváló termés várható. Az orosz importőrök az összes almát felvásárolják. Dél-Amerika.